én láttam. Csak az, hogy láttam azt, hogy bennem van a penge, és kihúzza belőlem az ember, onnan még egy-két másodperc eltelt, mire rájöttem, hogy ez, 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 ez szényleg szúrás volt. És ez mely Összekület testrészednél rapni. volt, ahogy láttad, ez el, a, a, gondolom? Ez a mákasomon volt a, hát a szedcsontom ö, alatt valamennyivel. Tehát belé szúrta, te meg lenéztél, és De láttad, Lenéztem hogy... és azt láttam, ahogy, ahogy kihúzza. Ö, és Markolatig betolta? Igen. Köszöntöm a Budapesti Zsaru Podcast mai hallgatóit és nézőit. Vendégem Lingvai Péter, rendőrőrmester úr, akit 2020. december 24-én, Szenteste napján egy bedolgozott férfi intézkedése során megtámadott, egy késsel többször megszúrt. Üdvözöllek, Szerbuszia. Szia. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Most hallgassunk meg egy rendőrségi rádióforgalmazást. Ja. Azon a kő a 2019 Tört helyen meg, belőlem a vér. Árpád küldje kassaiba egy mentőt azonnal. Erika vagy Peti, mondjál valamit. Tölik belőlem a vér, én ezt nem fogom túlélni. Minden tartalunk, Peti. Hasonlom, hogy már túl sérülés, kb. Sérül. széles. A aki ott van, ne a Peti forgalmazzon, fogjátok le a sebét. A tettünk kötés, nyomjuk. Itt a mentő, a kollégát. Még a hideg is kirázattől a hangfelvételtől. Összefoglalnád pár mondatban, hogy mi történt? Hát itt ezen a felvételen azt halljuk, ahogy ugye a karácsonyi eset intézkedés alatt ugye engem megszúrtak, és itt rögtön a, a sérülés után ahogy el tudtam szabadulni az embertől, rögtön nyúltam a rádióhoz, és kértem segítséget, ugye ezt hallani rajta, illetve utána már a kollégák, amit válaszolnak, meg az ő intézkedésüknek a részeit. Úgy tudom most is, hogy szinte majdnem a műtőből jöttél, mert nemrég volt egy műtéted, még az akkor szerzett sérülésekből adódóan. Egy ilyen rehabilitációs kezelésen esel túl? Hogy érzed magad? Ö, már most, tekintve azt, hogy ez valószínűleg az utolsó műtét, ami ezzel kapcsolatos, így ö, érzések jók ö, vannak bennem, ö, Ez hozzá kell tenni, hogy ez már hál' Istennek nem volt egy akkora komoly műtét, mint a, a december 24 ei Az akkor ö, szerzett úgymond műtéti hegem gyengült meg egy kicsit, és ö, ott alakult ki egy kis sérv, azt kellett most még korrigálni. De rendben gyógyul, az orvos is azt mondta, hogy minden rendben van vele. Na, örülök neki. Na, ne ennyire előre. <kül> Miért lettél te rendőr, és mikor szereltél fel? Miért lettem rendőr? Nekem, mint ahogy sok rendőr el tudja ezt mondani, a családból hozta ezt a, a hivatás iránti ö, tiszteletet és ö, szeretetet, nekem édesapám volt ö, rendőr. Ö, hát nekem végig ugye amit láttam gyerekként, hogy ö, az egyenruha, az hogy hogy, hogy dolgozik, ö, már amennyit láttam belőle, nekem ez tetszett és ö, én ezt a vonalat éreztem már korábban is, hogy ö, szeretném tovább vinni. És ahogy kérdezted, én 2018. július 1-től vagyok hivatásos tagja a BRFK-nak. Az esemény időpontjában, tehát 2020. decemberében, akkor hol teljesítettél szolgálatot, és milyen beosztásban? Akkor a negyedik kerületi rendőrkapitányságon teljesítettem szolgálatot, megbízott járőpanasnokként, és Hát a Szarvas voltunk akkor egy járő pár, amikor történt ez a, az eset. Ez uh, hétvége felé volt, ha jól emlékszem. Még emlékszem én is, mert belé méget belé a helyszínek, de, de ez az esemény nagyon belé hisz uh, akkor reggel engem egy mentős ismerősöm uh, hívott fel, és üzent, hogy uh, egy rendőrt uh, megszurkáltak a negyedik kerületben. Aztán utána már hívott is a TIK ügyelet, hogy van egy ilyen esemény, és akkor menjek a csapattal a helyszíre. Hogy indult nektek ez a nap, ez a december 24-e? Reggel fölkeltél, mik voltak a terveid azon kívül, hogy, hogy egy szolgálatot kell ellátni? Hát, mert, meddig lettél volna például a szolgálatban is? Ugye előző napokban tudtam meg, hogy ugye a robot rendszerben látjuk a szolgáltvezénylést, Viszont az, hogy kivel lettem volna, az még akkor nem volt uh, tisztázva, és én előtte való nap, vagy egy-két nap előtte tudtam meg, hogy Erikával leszek. Erikával ilyen összeszokott páros voltatok? Igen, Összön pont voltatok azt akartam már? mondani, hogy uh, gyakran uh, voltunk összeírva a uh, szolgálatba, ugye vele tudtam együtt dolgozni, úgy, nem az, hogy ismertük egymás gondolatát, de uh, nem kellett sokat. Uh, jó spanodolt. Igen úgyhogy ö, teljesen kiegészítettük egymást a szolgálatba. Gondolom ezt a parancsnokok is látták, és ö, ezért alakult úgy, hogy ö, szinte állandó párok voltunk. Ugye akkor december 24-én is ö, vele voltam, össze, vagy beír a szolgálatba, és ez reggel 6-tól 16 óráig tartott volna, mert ugye azért, mert a karácsonyra való tekintettel, ez úgy rövidebbre jön ki a szolgálat, és ö, átkérdezted a terveket aznapra. Van egy, vagy volt egy kollégánk a Tújpesten, neki a felesége gyakran megvendégelte a, a kollégákat, vagy hát főként a váltást, mert akkor dolgoztunk együtt, és vagy sütit sütött, az jött be, vagy azt hozta be az ősre, kapitányságra, vagy vagy más módon vendéget meg minket, és akkor ott is az volt a terv, hogy majd ő vár minket szolgálat után egy, egy ö, ilyen karácsonyi ebéddel, vagy Egy ilyen családias légkör. Ugye te igen? vidéki vagy? Igen, én eredetileg Borsod megyei vagyok, ö, tehát onnan kerültem fel Pestre. Másnap is lettél volna? Ö, szerintem éjszakás szolgálata másnap is lett volna. Ugye én karácsony előtt mm. voltam otthon, egy héttel az eset előtt nagyjából, vagy egy-két nappal. Akkor tudtuk úgy összehozni, hogy a családnak a nagy része otthon legyen, és akkor... Volt egy előkarácsony akkor. Igen, hát mi akkor ünnepeltük meg úgymond a karácsonyt, és akkor én visszajöttem Pestre dolgozni. Jó, tehát reggel bementél, fölvetted a szolgálatot Erikával együtt, gépkocsizó járőrök voltatok, vagy igen. gyalogos? Igen, járőr szolgálatot láttunk el a tevékenység irányítási központ alárendeltségébe, Ugye a címekre reagálunk, és az eligazítás ugye megtörtént 6 óra és negyed hét között, és szinte utána, hát nem sokkal utána kaptuk is az első címet, ami arról szólt, hogy úgymond csendháborításként írta az adatlap, és a Kassai utca 19-ben egy férfi felalá rohangál és veri az üveget, ugye ez volt a, a küldésnek a szövege, úgyhogy mi erre indultunk el Erikával. Mentek más egységek is? Ö, mivel ugye így... Rádióforgalmazásból ezt ki lehetett venni? az csak? alapján még, még, nem, de ugye úgy tudjuk több bejelentés volt, úgyhogy majd később. Aha. az már csak utólag derült ki, úgyhogy akkor még ugye minket küldtek elsődleg, Elsődlegesen, és nyilván, hogyha mi azt tapasztaltuk volna már az elején, hogy, hogy több egységre van szükség, akkor kérünk segítséget a tiken keresztül. De... Egy ilyen küldés során, amikor mentek egy címre, és mondjuk egy ilyen jelzést, információt kaptok, hogy van ott egy férfi, aki kopogtat az ajtókon, zaklatja az ott lakókat, akkor szoktatok erről beszélgetni, hogy mi lesz az intézkedés taktika, hogy ki mit fog csinálni, ki fogja az embert majd igazoltatni, vagy ellenőrzés alá vonni, ki lesz az, aki majd biztosítja a másikat az intézkedés során. Vagy ö, ez így már egy kialakult protokollnál? Ö, akivel nem alakult ki, azzal úgy meg szoktuk beszélni, hogy akkor ki mit csinál. Viszont Erikával ugye az idők során kialakult, hogy általában minek variáljuk, hogy ki mit csinál. Kialakult egy rendszer, és akkor ugye ő kezelte a kis Hát most már telefon, szolgálti telefont, amire kapjuk a címet, ő kezelte. Mivel ő kezelte, ő volt belépve nyilván, akkor most egyszerűen a lekérések is az ő nevén vannak. Ugyanúgy én vezettem. A vezetés közben nem telefonál. Az meg a másik, de a, úgy mondtam, hogy a helyszínen Igen is. Úgy, ha már a lekérés van, akkor Erika intézte. Úgyhogy ez így megszokott módon működött nálunk. Jó, megértek, kezdtetek a címre. Leparkoltatok. Aztán Igen. mi történt? Ö, hát közvetlenül a ház előtt tudtam megállni, ott volt parkolóhely, és ugye mivel a hangoskodás ugye szerepelt a bejelentésben, ugye hallgatóztunk, hogy hallani el kiszűrődő zajokat a lépcsőházból, de mivel semmilyen zajt nem hallottunk, ugye a bejelentés. És, uh, ről készült adatlapból ott volt, hogy hova kell csengetni ki a bejelentő, melyik kapu kódot nyomjuk, és akkor be fog engedni. Úgyhogy uh, csengettünk, be is engedett, de még bentről se hallottunk ugye a lépcsők felől zajokat. És uh, Emeletre kellett felmenni? Hát úgy ott a cím, hogy a negyedik, ötödik, hatodik emelet környék, tehát nem volt pontos, meg ugye fel a rangát nyilván mozgott és ö, ugye mivel nem tudtuk pontosan, hogy most akkor hova menjünk, melyik emelet, ö, illetve az se lett volna jó, ha ketten elindulunk felfelé, meg lehet, hogy liftel közben lejön, mert hallja, hogy itt a rendőr, vagy kinéz az ablakon a lépcsőházban, látja ott a rendőrautó, úgyhogy ő meg akkor el ö, tud ö, menni, és akkor nem tudjuk intézkedés alá vonni, úgyhogy akkor ott rögtön, ez is úgymond megszokáslapján ment, de akkor ott rögtön úgy döntöttünk, hogy Erika akkor elmegy, felmegy a liftel a legfelső szintre, onnan ő elindul lefelé, én meg gyalog, megyek felfele, rádió ott van mind a kettőnk kezébe, úgyhogy azonnal tudunk szólni, hogyha ha megtaláljuk a keresett személy. Az úgy megfordult a fejetekbe, hogy vajon mitől hangoskodhat? Hát... Vagy mitől viselkedhet úgy, ahogy a bejelentés is, amiről a bejelentés is szól? Tekintettel arra, hogy karácsony volt, Ö, van, aki nem megkit családi környezetben tölti, hanem bulizva a karácsonyt is. Úgyhogy ö, az egyik gondolatunk az volt, hogy vagy egy Kicsit ö, többet írottak el. Igen, és így. akkor most nem talál haza, vagy, vagy most érkezett meg a, az éjszakai kimaradásból, ö, vagy ugye télen hidegben gyakran előfordul, hogy a hajléktalan személyek bekéreckednek, vagy valahogy bejutnak a lépcsőházba, nyilván menekülnek a hideg elől. Ö, és azért náluk sem kirívó, vagy kívó eset, hogy isznak, és ö, ez volt a másik tipünk, hogy egy, egy ittas állapotban lévő hajléktalan személy az, aki hangoskodik. Akkor igen. ezek szerint volt már ilyen intézkedéset, intézkedésben ilyen. részletek? Volt, ö... Nem volt idegen tőletek? Hát ez tudtátok, hogy azért ezt igen. a helyzetet ö, milyen körülmények között és úton módon lehet kezelni, ugye? Igen, Na szóval, Erika jön föntről le, te lentről mész fölfelé. Igen. Ö, hát a, először akkor az én szemszögömből elmondom, mert én ugye egész a hatodik emeletig kellett, hogy ö, felmenjek a lépcsőn, és ö, ott találkoztam össze egy. Ö, hát a. Hatodik emeletre, ahogy felértem, ahogy felvezet a lépcső, ö, szembe a lépcsővel van egy ajtó, meg jobbra is közvetlenül egy ajtó, és balra van továbbá a folyosó. És ö, velem szembe pontott a sarokban ilyen ülő, félig ülő guggoló helyzetben helyezkedett el egy férfi, ö, aki akkor ott nem hangoskodott, ö, úgyhogy bejjebb a folyosóra, hogy azért valamennyi távolság legyen köztünk, és onnan szólítottam meg. Ö, és a lépcső, hogy megy tovább felfele, az nekem akkor már úgy jobbra esett, és rögtön egy fél emelettel, emelettel feljebb, már hallotta a hangját, tehát ő ott közben valamelyik ott lakót igazoltatta, meg ugye megkérdezte, hogy, hogy ők hallottak-e bármit. És akkor ugye, ahogy megszólítottam az embert, ő ilyen artikulálatlan hangon Dűnyögög az embernek. Hát először is. hát Köszönöm, mondtam, hogy jó reggelt, és ö, megkérdeztem, hogy ki ő, kell-e segítség, vagy hogy, vagy egyáltalán mit keresít itt, mérül ott a sarokba, ö, de semmilyen választ nem kaptam tőle, ö, furcsa módon. Ö, egy-két kérdésem után elkezdett nyávogni, mint a macska. Ezt most nem tudom másképp fogalmazni, macska nyávogás hangot utánzott, és akkor ugye már láttam, hogy vagy... Hát mondjuk arra se gondoltam hirtelen, hogy kábítószeres, hanem hogy vagy valamilyen mentális betegsége van, mert ugye olyat is láttunk elég gyakran, vagy tényleg valamilyen alkohol, vagy majd esetleg valamilyen kábítószer befolyásoltság alatt áll, de biztosan nem tudtam megállapítani. És akkor ugye egyből szólt Amerikának, mivel ott volt közel, hogy jöjjön, mert megvan, akit keresünk. Úgyhogy akkor félbe is szakította azt, amit éppen csinált, és jött is hozzám lefele, és ezzel atta, a rövid idő alatt, amíg én szólt Amerikának, hogy jöjjön, mert megvan az ember, ő szinte hirtelen váltott át ebből a... Ebből a Depresszív magatartásból? Igen, agresszívvá. Elkezdte ott maga körül, ahogy a sarokba ült, a, ott volt ilyen szekrényajtó, vagy óraládának az ajta, nem tudom, az ajtót falat ökölbeszorított kézzel maga körül verni, ütni. Ekkor már felállt az ember? Nem, de? ekkor még nem állt fel. A karjaival, tehát a... a Állathang az, ö, ugyanúgy, ö, állathangot ugyanúgy ö, imitálta, illetve elkezdett úgymond hörögni közben, meg ugye egyre hangosabb, ö, egyre erőteljesebb hangon ö, hörgött és nyávogott, és közben ütötte maga körül a, a falat. És akkor próbálta maga alá venni a lábát, ugye akkor már láttam, hogy fel akar állni, és ö, akkor mondta Amerikának, hogy bilincseljük meg mert ugye vagy szökni fog, vagy mert ökölbe szorított kézzel hadonászott, az még akkor nem volt egyértelmű ütőmozdulat, de feltételeztem, hogy támadás, támadásától lehet tartani, és akkor a, a hadonászó kezét, amelyik hozzám közelebb esett, nem emlékszem, melyik volt neki az, azt meg tudtam fogni, és hát próbáltam minden jobban a tanult módon földön tartani, csak ugye ő vergődött közben, húzgatta, rángatta a karját, úgyhogy ez nem volt egyszerű. És mit éreztél, hogy erős ö, férfival? Ö, igen. Szembe, erős férfival kell. Hát igazán. mivel a, ahogy rángatta a kezét, igazából többször lép, állást kellett váltanom, mert elvesztettem volna az egyensúlyomat. Ugye abból, hogy ő el tudott rántani engem, nyilván éreztem, hogy az erőfölénye megvan és próbáltam úgy tartani a kezét, hogy Erikának oda nyújtani, hogy rá tudja rakni, rakni a bilincset. Nála akkor már ott volt a kezében Erikánál a bilincs, tehát az az összhang még akkor is úgy megvolt ott, és volt egy pont, amikor valahogy az ember el is esett, vagy nem is tudom, hogy vissza ülésbe, akkor rántott rajtam egy nagyobbat, akkor egy sokkal nagyobbat kellett oldal irányba kilépnem, és és ott már nem volt meg az a kontroll a karja felett, amivel a földön tudom tartani, ő be tudta húzni a kezét, illetve a testével az ajtó sarok felé fordult, úgyhogy a másik keze a számomra teljesen láthatatlan volt, és ugye Erika így nem tudta be, be rátenni a bilincset, ő a folyosó fele helyezkedett el, tehát már ő olyan távol volt, hogy már onnan nem is tudta volna rátenni a kezére a bilincset. Ezt hogy emlékszem, mennyi idő ideig zajlott? Ez, hát, ahogy én megéltem, mert itt már azért az adrenalin elöntött szerintem nekem hosszabb, tehát ez egy ilyen perc, másfél perc, de ez néhány másodperc lefolyásó volt az egész, és itt jött az a pont, amikor amikor hallottam egy ilyen fémes csattanó hangot, illetve láttam a kést a földön, tehát az, hogy le, lecsattant a csempére, a talajra a kés pengéje. Elővette Akkor... az a férfi a kés, Igen, abba... Ezt honnan vette elő? Fogalmam sincs, Látod? hogy, te nem láttam pontosan honnan, valószínűleg a ruházatából, vagy belső zsebből, vagy a kabát zsebéből. Ez mekkora kés volt, vagy mi ez? Kés? ez ö... Egyszerű konyha kés volt, vagy Igazából... egy vadásztőr, hogy emlékszel rá? A pengét láttam, hogy az elég nagy, tehát több mint 10-15 centi hosszú. méter hosszú. Akkor még ugye a markolata egyrészt fogta az ember, nem láttam teljes terédelmiben a pengét láttam, hogy az nagy. És milyen széles lehetett, vagy magas a Ö, Néhány centi volt az is, tehát ez a, ez a, ez a vadásztör volt, tehát nem, a ké, nem kiskés, meg nem ez a bicska, ez a szétnyitható bicska, meg a pillangókés, hanem az a, ez a vastagabb, ami itt amit ilyen vadászboltokban lehet látni. És euh, akkor ugye a késtől nyilván megijedtem, és annyit tudtam tenni, hogy ellöktem magamtól azt a kezét, amit fogtam, mert az, hogy elővette a kést, gondoltam, hogy az használni is fogja. Vagy csak megijedt, euh, tenni akar, és... Euh, De leesett a fog? földre, akkor rányult, és Ön, újra megfogta? Nem esett le, azzal a kezével fogta, és euh, mert ugye próbált felállni. Ja, és azzal, hogy ő letámaszkodott a késsel, a ja, az adta közében. azt a fémes az, az hangot. Az adta, igen. És ö, előttem én léptem hátra egyet, ott valamibe a lépcsőnek a oszlopjába valószínűleg abba megakadtam, mert ugye nem tudtam lefele menni a lépcsőn. Azért és itt egy szűk helyről beszélünk, ugye? Ez egy nagyon szűk, ö, hát egy jó lépés a lépcsőnek a tetejétől a szembe lévő ajtóig. Ö, és keresztirányba sem sokkal nagyobb. Ö, Ugyan, négy, négy lakás volt, én voltam kint a helyszínen, négy lakás volt ezen a, ebben a lépcsőben. Igen, igen, és ott a lépcső tetején, hogy rögtön egy ajtó jobbra, a lépcső egy szembe, és nagyjából ez az ajtó szélességnyi, mert utána mellettem, tudom én, 10-10 centis kis oszlop rész van. Na igen, az ember kezébe van a kés, te ellökted magad. Igen, és... Korlátba egy kicsit megakadtál. Ő akkor már semmilyen kontroll alatt nem volt, ő a késtartó kezét azt emelte felé, a másik kezével pedig meg. A kezében van, volt a kés, Én mert úgy emlékszem, folyamatosan kézében. a bal kezedbe tartanád Én úgy most emlékszem a bal, mert ugye, hogy be volt fordulva, a jobb kezét tartottam, tehát valószínű, az ügyészségen is így emlékszem, így mondtam el, és uh, ugye ő onnan fordult kifelé, és uh, a másik kezével pedig a hát a téli ruházatot azt itt megragadta úgy, hogy tudta, és azzal húzott maga felé, a másikat pedig emelte ö, irányomba felfelé, akkor ö, nem tudtam, hogy megszúrt, mert egy ilyen tompa, mint a ököllel ütöttek volna hasba, vagy mákosan egy olyan érzés volt, ö, abszolút nem, nem ez a hasító fájdalom, legalábbis emlékezetem szerint nem. Hát dolgozott benned az adrenalin, igen? és elnyomta a fájdalom érzetet valószínűleg. Valószínű, igen. És ö, utána volt egy, az is egy néhány másodperc, én hosszabb időnek éltem meg, volt egy néhány másodperc nyugdíjban dulakodás, én próbáltam lelökni magamról. Erika emberek. mit csinált közben? Erika, ő a folyosó fele tudott, vagy sem nem tudott, hanem arra fele helyezkedett. Tehát ahol több hely volt még. Ahol több hely volt, viszont ott úgymond menekülési útvonal neki se volt, mert arra fele nincs, nincs semmi, le. ott van egy folyosó rész lakásokkal, a lépcső pedig az általunk el volt foglalva. És uh, én Erikát nem láttam, hogy pontosan mit csinál, ő nem emlékszem, hogy pontosan mit ő kiabált az embernek. Az, hogy tegye le, vagy valami arra, foszlányokba emlékszem, uh, ő próbálta az emberrel akkor is uh, szót érteni, és uh, Ekközben ugye tartott ez a kis dulakodás, és volt egy pont, amikor úgymond valahogy le tudtam lökni magamról, akkor felálltam, és léptem lefele kettőt, a hármat a lépcsőn, de ezzel egy időleg, mikor én háttal voltam a eseményeknek, hallottam a dörejeket, és... Ekkor már azért konstatáltad, hogy meg vagy szúrva? Igen, hát én láttam. Csak <laughs> az, hogy láttam azt, hogy bennem van a penge, és kihúzza belőlem az ember, onnan még egy-két másodperc eltett, mire rájöttem, hogy ez ez, ez, ez szényleg szúrás volt. És ez mely Összekeret testrészednél röpni. volt, ahogy láttad, ez el a el gondolom? Ez a mákasomon volt a, hát a szedcsontom ö, alatt valamennyivel. Tehát beléd szúrta, te meg lenéztél, és igen, láttad, Lenéztem, hogy... és azt láttam, ahogy, ahogy kihúzza, ö, és... És markolatig betolta? Igen. Igen, hát az, az, volt a legrosszabb látni nekem, erről az egy szúrásról volt tudomásom mert utána, hogy magához, ugye magához szúzott, akkor közel voltunk, és utána még több szúrást tett irányomba, és annyit tudtam védekezni, hogy a kezét, ahogy tudtam, amelyikbe a kést tartotta, lögtem el magamtól két kézzel, illetve hát kézzel, lábbal. Ugye neki sikerült így megszúrni a combomat is, a vállamon van több szúrás, meg ugye, ahogy hogy a felém irányuló szúrást ellögdöstem ide-oda, ő hogy húzta vissza a kezét, valószínűleg úgy nekem a lapockámon is van vágás, illetve Fejl. a fejemen is, az az látható is. Összesen hányszor szúrt meg? 13 szúrás vágás van vegyesen, ami és ami ebből, ért, hogy szakszóval éljek, hány nyitott testüreget, vagy ért valamely szúrás hát, nem nemes szervet? Ami testüreget ért, Uh, utána nyilván én elolvasgattam a, a orvosok által írt uh, zárójelentést. jegyzőkönyveket, zárójelentést, uh, ami az első volt, ami, ami bement, ahogy mondtad, uh, Markolatig, uh, azért te el a májamat. Hát ez Erika mondta, de ezt csak Erika elmondásából tudom, hogy ez ilyen alulról felfelé a szív felé irányuló szúrás volt. Uh, és az elérte a májamat, a gyomromat kellett varni, a májamból egy pici darabot ki kellett venni, azt gondolom levágta vagy elvágta, és akkor a orvosok jobban tudják, hogy miért. illetve a hát úgy volt, hogy a, így, vagy a szív burkot, vagy a szív csúcs vetületén van valami vágott sérülés. Életveszélyes állapotba kerültél a igen, igen, az volt, meg mellett, meg felette a, a itt, itt, a, hát a mellem alatt volt szinte közvetlenül még egy, egy bemeneti szót, tehát látható szúrt sérülés. Ugye amiatt kellett teljesen feltárni a melkasüreget üreget, hogy a tüdőt érte-e, vagy nem érte, -e? hál' Istennek nem. Azt nem érte. Jó. Tehát szurkál az em a férfi folyamatosan a lépcsőházban, és akkor jól értelmezem, te próbálsz lefelé menni, tehát oda kerültél a lépcső lejáróhoz? Igen, ott ö, ugye ott tudtam annyi távolságot nyerni tőle, meg fel tudtam állni. Ö, ott még éreztem egy szúró ö, érzést a lapockában, tehát az első és úgymond lehet, hogy az utolsó volt, ami, ami, ami fájt, az, az tényleg egy szúráshoz hasonlított, és akkor ugye vettem is le az övemről a rádiót amit hallottunk az előbb, az akkor kezdődött az a forgalmazás. Közben hátulról hallottam dörejeket, nem tudom megszámolni, nem számoltam, hogy mennyit. Ezek milyen dörejek voltak? Hát hangosak, élesek. Mire és... a szociáltál ebből? Én tudtam, hogy Erika lőtt, meg utána visszafordultam, láttam őt a fegyverrel a kezébe, és... Hallottál felszólításokat is? Igen, hallottam. Ugye folyamatosan kiabált az emberrel, és Hány lövést hallottál? Nem tudom. Ö, ilyen 4 -5, 5 biztos. Utána később tudom, hogy ez sokkal több volt, de de az az elsőket az biztos, hogy hallottam. Aztán Mert utána lehet, hogy a sok miatt már egy kicsit az agyam is ö, ilyen védekező. De nem voltál olyan helyzetben, hogy a saját fegyveredet tud használni én nem, a én támadóval szemben? Nem, én félig meddig majdnem, hogy feküdtem a, a lépcsőnek a tetején. És uh, ugye két kézzel próbáltam védekezni, uh, ott, uh, ott azzal volt, tehát az élet ösztön az diktálta, hogy kézzel, lábbal a fejemet, illetve a testemet amennyire tudom védjem. Uh, és amikor elindultam, egy-kettőt, egy-két lépcső Akkor a annyira fel. nem szűkültél be a stressz miatt? Uh, Ezek eléggé szerint legalábbis eléggé, eléggé meg volt a csőlátás, ez kicsit kitekinték az utána lévő dolgokra, a pszichológusunk ajánlotta, ugye kötelezően el kellett járnunk és a rendőrség biztosított pszichológiai segítséget, ajánlotta vagy tanácsolta, hogy lehet, hogy jó lenne a rehabilitációnk szempontjából visszamenni a helyszínre, csak nyilván ne egyedül, hanem akkor Erikával vagy, vagy bárki kísérővel menjünk, mert nem tudna, hogy milyen, milyen reakciót vált ki belőlünk, és a legmegdöbbentőbb az volt, mind a kettőnk elmondása szerint, Erika is, meg én is úgy éltük meg, hogy sokkal kisebb valójában az a tér, mint aminek mi megéltük. Tehát én is egy csomót gondolkoztam utána a kórházban is, hogy miért nem tudtam hátrálni, miért nem tudtam jobban kitérni a szúrások elől, hiszen hatalmas nagy tér volt ott itt, hogy ez hatalmas, az teljesen kitágult a tér is, és az idő, idő is. is. Na, és akkor indultál a lépcső lefelé, közben hallott, hogy Erik a tüzel a fegyverével Igen. az emberre. Ott, ott Aztán mi történik? Ott hátra is néztem, én ugye láttam Erikát fegyverrel a kezébe, és elég messze volt az embertől. Mivel több lövést hallottam, én itt ö, biztos voltam abban, hogy ö, hogy Erika úgymond megfékezte már akkor a támadót, azt csak később tudtam meg, hogy ehhez sokkal több lövésre volt szükség, és Erikának se volt olyan veszélytelen ez a, ez a, ez a része az intézkedésnek. Úgyhogy én ott, hogy felálltam, meg visszanéztem Erikára, eltelt egy-két másodperc, viszont annyi vért vesztettem olyan gyorsan, hogy ahogy lenéztem, a lépcső az már csuram vér volt, e, csúnyán mondva. E, úgyhogy itt akkor megint jött egy újabb ilyen sok hatás, hogy, e, hogy ennyi vérvesztességgel én úgy voltam vele, hogy valószínűleg ezt nem fogom túlélni. Én ott e, akkor ugyanúgy a rádió még, még mondtam, hogy sok vért vesztek, meg hogy ezt nem fogom túlélni. E, és közben ugye mentem lefelé. E, Gondoltam, hát ha tél van, kint hideg van, bent meleg, hát az erek valamennyire A Nagyon sok gondolat keringett ott akkor a fejembe, hogy. Épp ezt akartam kérdezni még, hogy mi átszódott le a fejedbe a támadás közben, illetve amikor jöttél lefelé? Mire gondoltál? A támadás közben, hál' Istennek az embernek maszkot rajta egyébként, de az ember arcára nem emlékszem. Viszont ami a támadásból megmaradt, és az agy nem törölte ki, és, és, arra vissza tudok emlékezni, az a, a felemelt keze. Tehát nyilván, amivel a kést tartotta, a kést így nem látom, tehát emlékben nincs, mert csak a felemelt kéz, meg az, hogy próbálom minden jobban ellögdösni magamtól. Ö, ugye Hát ez is egy furcsa hasonlat, de mikor a zuhany alól kijön az ember és még csepeg a víz le róla, ö, nagyjából olyan ütemben láttam a, a vérpetyeket megjelenni előttem, körülöttem a földön. Ö, és ahogy mondtam, korábban az első és az utolsó szórásról volt tudomásom, én azt hittem, hogy abból vérzik nagyon. Ugye itt a fülem mögött ez lejött egészen, ö, hát majdnem a nyakig, és az, az ö, artériás volt úgyhogy onnan meg a fejbőrből véreztem a Amígyis legjobban. Úgyis vérzékeny terület. Igen. Úgyhogy onnan jött a legtöbb vércsökerő, nem volt tudomásom, én annyit láttam, hogy rengeteg vér van, vér minden, úgyhogy ö, lementem. Mire leértem hat emeletet, lesétáltam, addigra tudatosult bennem, hogy, hogy ez, ez hát csúnyán szóval is lehet, hogy ennyi volt, meg hogy lehet, hogy ez, ez tényleg... Az jön, hogy kimegyek, és akkor még mielőtt a segítség oldaljára elájulok és, és vagy meghalok, vagy nem leszek eszméletemnél, úgyhogy én, én ott ösztönösen ö, felhívtam anyukámat. Ö, ez még a lépcsőházban? Ez még a lépcsőházban, bent, ez a földszinten volt. Ö, felhívtam anyukámat, nagyjából annyit mondtam neki, hogy ne ijedjen meg, meg fogok halni. Nem tudom, hogy melyik anya az, amelyik ilyenkor nem, ijed meg. nem ijedne meg. És... Ö, ő kérdezte, hogy mi történt, én annyit mondtam neki, annyit tudtam mondani, hogy megszúrtak, itt vagyok még a helyszínen, és akkor már hallottam kintről a szirénákat. Bíztam abban, hogy az már a mentő. És, és uh, anyukád mit mondott? Mennyi uh, időt beszélgettetek? Ennyi, amit mondtam. Aztán nem is emlékszem, hogy ő mit mondott, ő kérdezett, hogy mi történt, elmondtam, és utána szerintem le is tettem a telefont, én mentem ki. Azért én ahhoz, Attól eltekintve, hogy elkönyveltem magamat halottnak, én élni szerettem volna. Én, és Itt előre az életöztem. Igen, meg az nagyon, és ö, ott ugye egyrészt többnek is éreztem az időt, viszont ö, ahogy hallottam a szirénákat, és kimentem a hidegre, ö, ott azért már volt a fejemben egy olyan, hogyha lejöttem hat emeletet, és még eszméletemnél vagyok. Fájdalom érzetem szinte nem is volt. Igazából a leg kellemetlenebb érzés az volt, hogy a hasamat, mint egy övvel húznák folyamatosan egyre jobban össze. Gondolom véreztem befelé, vagy, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy a levegőt volt egyre nehezebb venni, mint egyre kisebb lenne a térfogat, amit be tudok lélegezni. És akkor gondoltam, hogy ha eddig nem állítottam akkor, akkor lehet, hogy hogy nem halálos a sérülés, és az első megnyugvás jelentő momentum az a kollégáknak az kiérkezése volt, ugye mindenki, vagy ketten rohantak oda hozzám, egy, egy 13. kerületi srác, meg egy 15. kerületi lány, ők álltak ott el, meg előttem. és akkor még ugyanúgy ott volt a kezemben a rádió, és akkor kérdeztem, hol van már mentő, meg mit tudom én, akkor elvették tőlem a rádiót, meg a kocsi kulcsot, mert mondtam, hogy a fegyvert azt az övvel együtt beraktam a kocsiba. Mondtam nekik, és akkor a kulcsot is, is tőlem. Fételni. Lehet, hogy ez volt a szerencsém, hogy pörgött az agyam, hogy gondolkoztam, hogy most mit kéne csinálni. Ugye az azért történt, mert ha a mentő elvisz, akkor ha esetleg elájulok, nekem, még azt is lebogarászni rólam. Úgyhogy azt, meg az fegyverbiztonságba helyezése valahogy az is ilyen ösztönös dolog volt, azt beraktam a kocsiba, lezártam, és akkor ott volt a rádió, meg a kulcs a kezembe. És uh, utána már egyre több kollega jött, másonnan is folyamatosan jöttek a rendőrautók minden irányból, uh, meg végre odaért a mentő, és, uh, és a mentőbe, hogy beraktak még ott is a, a váltás panasznak, amely a Attila, simogatta a fejem, uh, mondta, hogy nem alhatok meg, meg hogy ez utasításba adja, meg legjobb emberem vagy, meg ö, éreztem azért a pietséget a többieken is, ö, kollégákon, de úgy ö, elhittem nekik azt, hogy hogy itt minden rendben lesz, és akkor az utolsó emlékem az, hogy a, a mentőbe ott ö, rám teszi a, a mentős lánya a oxigénmaszkot, meg ö, ugye ő mondta nekem ott a mentőbe, hogy látja, hogy teljesen képen vagyok, a, nyilván sokkos állapotban voltam, de az képest, hogy kommunikálni tudtak velem, válaszoltam, és mondta, hogy mivel látja, hogy teljesen tudatomnál vagyok, azt mondja, hogy nagyon nagy a baj, kicsit vulgálisabban fogalmazott, de azt mondta, hogy nagyon nagy a baj, de hogy ők mindent meg fognak tenni azért, hogy, hogy segítsenek rajtam, és hogy ígérjem meg, hogy én is megteszek mindent, hogy nem adom fel, meg nem engedem el magam, hanem, hanem én is küzdjek, és akkor utána kaptam meg a nyugtatót, vérzést, csillapítót, ami, ami után már nincs emlékem. Bealtattak, igen. Ö, Erika lejött mindezek közepette az emeletről? Arra van emlékképed? Ö, nem. Beszéltetek? Ö, nem, nem jött le. Ö, ez ö, kicsit utána lelkifújdalásom is volt, hogy ö, aggódtam nagyon amiatt, hogy túlélem vagy nem, ö, de azért onnan tudom, hogy aggódtam érte is, hogy ezt is már a tizen... Tehát utólag nagyon sok mindent megtudtam, amit a, a, az agy vagy az emlékezet így, így eltárolt olyan ahol nem férek hozzá, hogy a 15. kerületi lány, aki ott volt velem, ő mondta, hogy mikor odaértek hozzám, nagyjából annyit mondtam, hogy Erika még bent van, Erika még bent van, hogy ezt elmondtam vagy hatszor, úgyhogy a, a járőr, tehát a két tagállomás, másik járőpárja, ők rögtön szaladtak fel hogy ő jól van-e. Bekerülsz a kórházba, megműtenek, hányszor műtöttek meg? Egy, hát egy úgymond életmentő műtét, vagy műtét sorozat volt. Tehát úgy gondolom, hogy már miután felkeltem, még egy műtétre, meg még egyre nem volt szükség. Úgyhogy megvolt az az egy műtét. Én a, az első emlékem utána már az intenzíven van. E, valahogy ez is egy ilyen agyi védelmi e, dolog volt. Én úgy keltem fel, hogy mint amikor egy rossz államból felkel az ember, és nem tudja, hogy hol van hirtelen, vagy másnál alszik, és akkor mintha a saját szobájában lenne, és akkor kell néhány egy másodperc mert rájön, hogy nem. És e, ez is olyan volt akkor, amikor tudatosult bennem, hogy körülöttem gépek csipognak, a két kezem az ki volt kötve az ágyhoz. Ö, hogyha nem ilyen nyugodtan ébrednék, ne tépjem ki magamból a csöveket. És uh, ahogy felkeltem, hogy magam azt értem, hogy rögtön jött oda a doktornő vagy, vagy ápolónő, nem emlékszem. És uh, mondta, hogy kérdezte, emlékszem-e, mi történt? Mondtam igen, meg hogy nevemet, stb., hogy úgy képbe vagyok-e. És mondta, hogy mivel nyugodt vagyok, akkor el tudnak oldozni. Mármint, hogy a kezemet ki tudják szabadítani, és akkor láttam, hogy minden mindenfele csövek kibelőlem, kiállnak ki belőlem, a hasam le van ragasztva, szinte az egész mellkasom, a fejem az is be volt kötve, azt akkor még nem tudtam. És hát de ott akkor is egy ilyen pozitív érzés volt, tele voltam fájdalom, csillapítóval fájni nem fájt, és uh, pozitív dolog volt az, hogy megtörtént, tudatos út, hogy mi történt, és hogy túléltem. És megfordult a fejedbe, hogy leszerelsz? Uh, mi, mi, mi volt az első gondolat? Hogy... Hát az első gond az, hogy leszerelek, az nem, viszont az megfordult a fejembe, hogy uh, tehát az volt ott az első, hogy, hogy csak innen kerüljek ki, meg hogy uh, hirtelen nem tudtam, hogy, hogy uh, vannak-e nem az, hogy komplikációk, hanem hogy van olyan, ami maradandó, van -e, kezem, lábam meg volt, annak örültem. Hogy van -e olyan, ami, ami, miatt a továbbiakban vagy nem lehetek már hivatásos, vagy, vagy, mit tudom én, életem végéig kell valami kezelés, vagy gyógyszert szedni, azt akkor még nem tudtam, de annyira fáradt is voltam, hogy, hogy nem is nagyon agyaltam ezen, hanem úgy kicsit úgy mondva sodródtam az áral. És akkor mondták, hogy ugye nagyon gyorsan javul az állapotom, és ha így folytatódik, akkor már át tudnak rakni a tolni a sebészeti osztályra, és akkor ott már a szüleim, meg Erika is meg tudott látogatni. Sok támogató üzenetet kaptál? Ö, igen, ö, azt néhány napig, minden három-négy nap után hozták be szüleim a, a telefonomat. Ugye addig nem tudtam, addig... Ö, csak Erika látogatott, meg a szüleimmel be tudott jönni. Ö, annak nagyon örültem, hogy én akkor láttam Erikát először a, a lépcsőház után, és ö, ja meg apa mondta, én apától is kérdeztem, hogy hogy Erikának van-e baja. Tehát én úgy emlékszem tőle, és megkérdezte, mondta, hogy nem, neki hál' Istennek úgy, úgy nem lett. És mikor láttam, és akkor megnyugodtam, és ö, utána sorba jöttek a saját kerületi vezetőim, kapitány, osztályvezető úr, Ingridék is bejöttek hozzám, és akkor utána tudtam olvasgatni az üzeneteket, meg a, a meg a BRFK portálon is rengeteg, hanem hát nem az, hogy támogató, de, de látszott, hogy nagyon sokan aggódnak, meg, meg Eleve már a helyszínen a kollégák, ahogy ott voltak az ő jelenlétük, ö, az is nagyon, mondom, megnyugtató volt, és tényleg így fogtak össze. Életem, nagyon szívmelegető érzés volt. És mielőtt a Erikával átbeszéltétek ezt a történetet, mielőtt a kapcsolatod ezt követően vele? Ö, szokták sokan kérdezni, én úgy gondolom, hogy nem, nem, tehát azt tudom mondani, hogy nem változott vele a kapcsolatom, mert előtte is. Uh, ugyanúgy megvolt ez a, az összhang, meg a barátság. Uh, az mindenképp igaz, hogy ez így jobban összekovácsolja az embert. Tehát én a, a mai napig nem tudom. Tehát ritka az olyan barát, aki csinál valami hülyeséget, és a másik úgy nem haragszik rá. Tehát ez oda-vissza megvan. Egy-két percig, óráig lehet, hogy pikkelünk a másikra, de uh, akármit fog csinálni, ő mindig is az a személy, a szemembe, aki viccesen az én hősen, de tényleg ő megmentette az életemet. Volt utó kezelés, rehabilitáció? Hát... Pszichológus. Pszichológus az volt, ide a Teve utcába kellett bejárni a, a BRFK pszichológusaihoz. Külön, két külön pszichológus kaptunk, Erika is, meg én is, és hát heti egy alkalom, vagy két heti egy alkalommal ö, beszélgetni kellett vele, de ha közben bármi olyan lett volna, ami miatt én hirtelen rosszul érzem magam, vagy szeretnék beszélni vele, akkor telefonon 024-ben elérhető volt. Mennyi időbe betellett még, idézőjebetével összeraktak benneteket, hogy újra szolgálatba tudjatok állni, ö, szolgálatba tudjál. 2020. december 24-én történt, és 21, 2021 augusztusában álltunk visszadolgozni, de akkor még ilyen nagyon könnyített volt, tehát ha az volt az alap, hogy egyedül nem megyünk ki, meg ketten se, hanem valaki mellé tesznek, vagy egy járőr pár mellé, hogy azért nem tudni, hogy mit hoz elő a, a mentálisan a stressz helyzet és hogy nehogy az legyen, hogy most betesznek egy, egy valaki mellé engem, és kijön valami olyan, amitől leblokkolok, és a társam a magára van szépen. utalva. Úgyhogy vagy harmadikként raktak kocsira minket, vagy, vagy más mellé. Ha a gyalogos egyedül volt, akkor beraktak mellé. Úgyhogy így volt megoldva. Vagy bent is volt azért objektumőri szolgálat, vagy rendkívüli őr. Azokat el tudtuk látni. Ö, szoktál álmodni a történettel kapcsolatban? Nem, és ez nekem is furcsa volt, hogy az intenzív, amikor felkeltem, ugye ott az altatás miatt, hol visszaaludtam, meg gyenge voltam, hol visszaaludtam, hol ébren voltam, az ott rengeteg vérveszteség is volt, akkor ö, pörögtek a képkockák, gondolatok, ö, akkor úgy ö, többször visszajött de ez egy-két nap alatt lezajlott, és onnantól úgy eltette az agyam, hogy álmomban sem jön vissza. A pszichológusnak mondtam, hogy már rök, ahogy haza kerültem a kórházból, már ott el két nap után, ugye otthon már nyugodtabban tud aludni az ember, a kórháznak ott azért megvannak az előírásai, hogy lámpának valamennyek menni kell, stb. Ott nem olyan kényelmes otthon ahogy mélyebben tudtam hogy na ott jött egy kis álmodós szakasz, viszont nem az eset jött vissza, hanem az volt a furcsa, hogy ott már a, úgy álmodtam magamról, hogy a sérülések megvannak. És akkor a pszichológusra, hogy beszéltük pont, hogy ez, ez lehet egyfajta olyan elfogadás jele, hogy, hogy nem szégyellem a hegeket, meg, meg ilyesmi, de úgy rossz álmom nem volt vele. További célok? Hát most ugye augusztusban visszajöttünk dolgozni, és utána nem sokkal mi a a... tehát én a bűnmeglőzési osztályra tudtam jönni dolgozni. Itt a drogprevenciós vonalba bele lehet építeni azt, ami, ami velem történt, illetve egyéb más feladatokba is ugyanúgy úgy illetve járunk iskolákba, rendészeti iskolákba, a, tehát erről az esetről ugyanúgy előadást tartani, mármint hogy mi hogy éltük meg nem a szakmai részét, hanem mint ember, és néhány úgymond tanulságot vagy, vagy következtetést átadni a, a leendő kollégáknak, és most szeptembertől, hogyha minden jól megy, akkor a Közszolgált Egyetemen kezdjük a tanulmányainkat Erika is, meg én is, és most így egyenlőre ez, aztán ha elvégeztük, meg meg lesz a, a végzettség, akkor majd majd ö, még egyszer gondolkodunk, hogy merre tovább, hogyan tovább. a elkövetőről informálódtatok, tudsz róla mondani valamit? Ö, informálódtunk róla, meg... Nyilván amennyit uh, mi tudunk, az ugyanúgy a, a sajtó is uh, hozzájutott a, az információkhoz, uh, mikor kiderült, hogy egy délegyházi lakosról van szó. A délegyházi polgármester uh, hát nem az, hogy kompenzálni akart ezzel, de de azt mondta, hogy ő azzal szeretne hozzájárulni a gyógyulásunkhoz, megki falunapra, és akkor ott egy kicsit megvendégel minket. Uh, úgyhogy egyébként annyira... Uh, nem tudom, nem érdekelt, nem voltam annyira nagyon kíváncsi, hogy most a, az ő háttere mi, úgyhogy én annyira nem, nem jártam utána. Erika jobban utána jár, de azt szerintem ő elmondja majd. Jó, hát köszönöm szépen Péter a beszélgetést. Nagyon megrendítő és tanulságos is egyben azért a, ez a történet. Úgyhogy én a továbbiakban nagyon jó egészséget kívánok neked, sok sikert a szakmai pályafutásod során. Innen szeretném megköszönni a Országos Mentőszolgálatnak, illetve a Honvéd Kórház egészségügyi dolgozóinak, illetve mindazon egészségügyi dolgozóknak, akik Péterék rehabilitációjában közreműködtek a munkájukat, úgyhogy nagy tisztelettel köszönöm szépen. Ez volt, kedves nézőink, a Budapesti Zsaruk Podcast mai adása. Jövő hét csütörtökön újra jövünk, addig is vigyázzanak magukra, illetve a kollégáimnak pedig eseménymentes szolgálatot kívánok. Minden jót viszont